Kedves Kétikém, neked is meghoztam karácsonyi ajándékomat. Téged sem hagytalak ki a sorból. És még szépen be is csomagoltam neked. Hát, mondtam, hát láttam már szebb csomagolást is való világ életembe, de ez az érzéseimet semmi sem tudja ilyen szép tízbe csomagolni. Még egyet adtam neked, hogy a édesanyának is adhassa egyet. Na de a közelemben ne gyere! Nagyon, nagyon jó. Ilyen, mondhatni ilyen töltet, mint a szaloncukros töltet, robbanékony. És látom, milyen jó volt. Jelentkeztettél volna abba a Boom című műsorban, ha már nem szüntettetek volna meg a TV2-nél, ugye? Liptoi Klódia biztos örült volna neked. Én pedig Gatorman vagyok. A két a San Andreas végjátszás folytatása. Már azt tudom, mit kell elindítani nékem. És egy kicsit megint hülyén beszélek, úgy vettem észre. Ezt ne mondhatni az időjárásnak is. A hülyeség, a idiótaságomnak is, vagy a italnak, de nem ittam. Na. Szerintem akkor nézzük meg egy karácsony. Na, tényleg most van ugye, mi lesz felrakom már, karácsony másnapja lesz. Mi volt, mi történt az elmúlt napokban, srácok, lányok? Mit, ki mit kapott, milyen szép fátok volt, vagy milyen nem szép fátok volt. Hát milyen töltött. Ezt még Danny DeVito se tudná megcsinálni. Hopp, ez... Na, mondtam én. Na. Ez egy újabb ilyen extra, hát mondhatni, amit én, ha én videót felrakok, az a nap, nektek mindegyik nap karácsony. Ez megint hülyeségül mondtam el. Partner. Te mondhatni, ez is egy meglepetés. Karácsonyi extra utó meglepetésem. Na. Fran. Szerintem ilyenkor már itt már Jizzék tudják, hogy én ki vagyok. De még most se akarnak megölhetni, hiszen minden csicska munkát ránk akarnak hárítani, vagy adatni. Arrivederci, amore! Nem. Azt hittem a Nóta TV-n vagyunk, ami már muzsika TV. Vagy hülyeséget beszélek? Arrivederci, amore! Na, használjunk már valami járművenket, ha itt porosodnak, nem? A végén még Jetro vagy Cézár felhasznál, ugyan uram atyám, vagy képzeljük el, hogy Cézárral befeküdni Kendrill egyik kocsimba a rózsaszi perenniába, azt ottan pecereskednének. Uram atyám, nem akarom! Jézus, elrontod a karácsonyot. És valami eszembe jutott az éjszaka, erre ébredtem fel, majd elmondom. Na, este menjünk ebbe a kocsiba. Lefényképeztem én már azt a X-et? Ja igen, mintha mondtam is volna, hogy nem benne van a X. Na mindegy, gyerünk. Ha már az küldetés elejére nem raktak átvezető videót, akkor raknak most. Milyen hogy néz ki Torino-nak a kocsia belül? Okádig. Ó, nem láttam, amúgy nem látszik, Mendez A. Megkaptuk karácsonyra Mendezt is, csak nem Évát. Megint. Nem ezt akartam én. Na de mindegy, hát mi vagyok én, hogy ide panaszkodhatok? Nem. Hú, de szépek vagyunk. Neki menne már a madár a kocsinak? Jajaj. Bumba fejbe. Most meghalsz, haver. Bumba fejbe. Na ez az, ami level. Tony, Tébon helyébe én már előttem a CG-t. Nem. Sajnálom, amikor azt mondtam, hogy nem tetszel, de azért nem vagy egy Éva Mendez. Megmondtad a választ is a kérdésre? Ügyes, hogy Torén, Tébon, már megint keverem a szart a szarra. Robi tuszi. Azt hittem, hogy legalább barátok leszünk Tébon, hiszen majdnem ugyanolyan pólónk van rajtunk. De mi? Jaj! Azt hittem el előtt Torino-t. Rógyá, yeah, mostan nem nagyon megy a beszéd. Szerintem el kéne kussolnom, de az a baj, nem tudom most így lelőni magamat, mert nincsen igazi történyem, de akkor kivezetnék Étanon a csatornáját. És milyen Torino-k anyak? Uram, atyám, mint ilyen kozsós hajat csinálhatom volna, egy kis fűrt ott van, vagy tincs. És ő is rágózik. Mindenki rágózik ebben a játékban? Hát igen, itt még nem nagyon, Amerikában nem nagyon hírhet a negró, ugye? Na és arra ébredtem fel éjszaka, hogy mi lenne, vajon, ha mi bemennénk küldetés közben a börtönben, beadnák a négyes, itt van velünk egy kormánynök, meg itt van velünk egy csicska.
Nem tudom. Úgy is le kell fényképeznünk itt ezt a nagy hajót. Kíváncsi vagyok. Csak egy kormányügynökkel. Hát bazd meg, ennyit ér az ötös törött, nem is négyes. De ennyi Torino, ennyi. Csináljál valami Torino, ha már rendőr vagy? Vagy izé, ügynök. Jó, nem buktatsz le minket, ugye? Helyes a bőgés oroszlán. Na, nem itt kell lefényképezni? Az nem Leonardo DiCaprio volt? Én azt hittem, hogy le kell fényképezni ezt a hajót, gyerekek. Hóha, ez miért elcsesz a küldetést? Kus! Megvan. Közben azokat a rendőröket, ilyen hülyén, még én is le tudok ugrani olyan hajóról, uram atyám. 5 éves koromban így ugrottam le a homokozóból. Jézus már füstöl. Na, jobbá. Na, úgy se éltek még át ilyen izgalmokat. Lehet már tudni, hogy túlélt már ilyen, de téban. Jizzy klubjában nincsenek ilyenek. Jó, már egy-két kurva, elég kemény, de ilyenek nincsenek. Jajaj! Ez kínai latin. Na, ennyi volt a küldetés. Na, átveszem a kormányt. Szólok Obamának. Uram, atyám, nem fogom visszatölteni, hiszen azért mentem, hogy lefotózzam a hajót. Azt hittem, nem robban fel a kocsi, de hát... Jó, hát karácsony van. Hittem szép szobában, mégis megcsalá anyár picsáljon, nem, elnézést, hogy csúnyan beszéltél. Neked is boldog karácsonyt, bácsikám. Ötös körözés is kemény már, srácok. Ajaj, James Bond akcióban, nem, még ott Google a rendőr, ó. Még a izé járdán, a nagy izé semmibe ott Google, mint a bokorba bújkálna, meg szarna, itten szarna együtt. Ó, mennyien vannak ezek, Jézus. Jesus Christ! Mennyből a rendőr eljött hozzátok? Bobcat, na. Fehér karácsony Magyarországon nem lesz, vagy 20 év múlva se. Na. Közben napos időt írom. Anyád picsáját. De nem beszélt csak, Jézus már, leverem itt mindent. Na, és akkor újból folytassuk a küldetésünket. Ezt fel lehet ringolni? Gondolom fel. Nehogy izé, hülyeséget írják ki. Na. Transfender. Na, nézzük, hogy miből élünk. Hoho. Nem. Nem lesz pink. Fekete lesz. Mint a The Vice City-ben. Ott a úgyse volt fekete jármű. Jó, nem tudom minek tuningolom fel, mert úgyse fogom használni, de mindegy. Szeret, még Bobcat-et nem nagyon tuningoltam még való életemben, úgyhogy mindenki kell próbálni egyszer, ugye? Na, pajzs is kéne, páncél, ennyi élet. Jó, azt úgyis felveszünk be a küldetés közben, ne húzzuk itt az időt megint. Üzé, partner! Téhon partner! 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 Mi van, közben izé... Szopkodják a fazadat, hogy így beszélsz, na. Elvették a kocsit! Köszönöm szépen! Mucho gracias! Teljes, Milka! Hey homie, what's your problem? Istenem, hogy miért kell elvenni másnak a járművét? Ezt nem úgy utáltam mindegyik GTA-ba. A GTA-ben már úgy van, hogyha messze mész a járművét, na. Beszélni majd anya beszél helyettem. Ha messze mész a járművettől, akkor ugye... Itt nem is tudtam, van csillag. Hát nem igaz, hogy nem tudom elmondani a mondatot. Ha messze mész a járművettől, akkor anyádat! A benzinkutas San Fierro-i Tébon Mendezes, kendül peszeres anyádat. Hát ez nem igaz, hogy el. Most itt vagyok éjfélkor Katie-nél. Hello, Katie. Hozzá ajándékot? Nem igaz. Adjatok meg, hogy nem meg Katie ez. Na, chill. Gondolom megtörténik mindenkinek a nagy karácsonyi filmnézése, a reszkesetemet örülő megnézése. Felejthetetlen klasszikus. Azt kell mondjam, ha itt lenne velünk az a gyerek Kevin, akkor még talán még K. Johnson Ryderrel nem tört volna be a vénember házába. De mindegy. Az egy másik sztori. Oh, your life. Érthetetlen módon vissza is töltetném egész játékállás, de meg engem annyit ér, olyan sokat ér nekem az a egy fénykép, hogy nem töltöm vissza.
De éjszakán már nem szeretem, azért új játékot fogok, új játékot. Elmentem, na. Egy kicsit csend maradok, hát jön majd a iklet, oké? Okay? És úgy értve a beszéd iklet. Boldog karácsony! Oh! Jézus, tetem, ri a fotelből, slash. Akkor még egyszer! Csak ne halljam a Jesusnek a hülye beszédét, nem akar... De nem akartam hallgatni, nem beheted, nem akarom hallgatni! Nem lehet megérteni. Ez az... Fussál ott a sínen! Fussál még vagy 20 métert, azt elüt a villamos! Ennyi! Most egy járkáljál, de itten járkál sínen! Mi van, kontaktlenet se hiány? Most mehetek ez a retkes klebőrrel. Már bocsánat, de retkes. Uram, atyám, csöve... Az igen? Jó, megértem a apád. Ez igen. Téged nem értelek meg. Hé, hé, hé. Na, jött a villamos, én tudtam, hogy jönni fog. Gyűjtök már egy kis pénzt a karácsonyra a gyerekektől, tudjátok, $500 ugrajtóért. Csak nem ezért. Mindig. Raboljunk ki a pénzszállítót! Isten, hogy sose jutunk oda, de nem tudtam, hogy robban a benzinkút, a GT4-be tudtam. De hogy itten még nem nagyon találkoztam így, vagy nem nagyon mentem neki benzin. Tartálynak, hogy mi a jóisten az. De biztos nem az a neve, de... Hol vagyok most? Jézus Mária! Én is szellem vagyok? Nem, én nem vagyok szellem. Nem, majom sem vagyok. Remélem, most már be tudunk szállni a kocsiba. És el tudjuk indítani már a küldetést. Most már el, mondjuk el van indítva, nem? Akkor miről beszélünk? Miről beszélünk? Nem tudom felvenni a porótot, jó. Szamurájkard is? Á, inkább nem próbálkozok, olyan félek. Félek, hogy a kurba esek. Itt ül az idő a nyakamon. Nem ül benne senki a izébe, de ül. Jó van. A harmadikba se ül senki, nem már ül. Jó? Nem ezt akartam nézni. Gyerünk. Felveszünk még a pajzsos srácok. Köszönöm szépen, hogy ennyire segítettek a börtönös akciónál. Ennyire nem kellett volna segíteni. Mendez? Testvéredet hol hagytad? Évát. Jupié. Jupié. Ez mi? Mik ezek a szellemi járművek? Ez mi? Valami illegális izét találtál? Mi a jó isten, hogy ide beparkoltál? Rendőr uraság. Na. De Torino, nekem ne beszélj! Vagy rágozó, teli rágóval nekem ne beszélj! Pácsika, te púcsika, te csicsa. Na itt vagyunk, hála jó, jó szagú Table Mendeznek. Ó. Jó, van orprasztikán nem gondolkoztál már? Torino. Ó, most félnem kéne? Ott a rendőr, szólok a rendőrségnek. Szólok. Tudom, hogy ezért lányokat kurváztattok, tudom. Hát megmondta ezért egyik lánynak a apja, hogy mondta a kislányának, hogy ne menjen oda, ne menjen a klubhoz, azt mégis oda ment, mert bedrogoztatok. Hát tudom. Na. Hát miről beszélünk? Húra utána ezt a kérdést. Még egyszer köszönöm a karácsonyi játékot húzzinak, hogy elvett összes fegyveremet. De mondjuk ez egy kicsit, hogy mondják, ilyen indokolatlan állítás, hogy 1145 töltényem van, és elvették a fegyveremet. Hát ez a fegyver volt, hálála, ez volt nekem a szentestői ajándékom. Fegyver tulajdonostól. Jaj, uram, atyám. Itt még Bruce Willis se tudna semmit csinálni. Nézzétek már, milyen kemény macsó legények. Uram, atyám, úgy fogják a fegyvert, hogy... Mariska néni azt mondaná... Sütök neked túrós tésztát. Na mindegy, adjunk nekik pofájukba. Sweet kocsiját is ellopták, nagyszerű. Lementek San Los Santosba, hogy ellopják azt a retkes kocsit. Az igen? Merre vissza a kocsi? Én nem tudom. Na ennyi volt szerintem az első barikád. Köszönöm szépen, Tila és... De elhúzza Johnny, vagy melyik volt. Na, mi van? Talán túl sok volt a karácsonyi likőr. Na. Megvan. Uram, atyám, Jézus már a... Égő napsugár. Náj. Leveszem ezt a hülye pólót, mert már ide is itt, de nem most. Not today. Úgyis mennem kell Los Santosba, ott a átöltözők, hogy... Még... Hogy hívják azt? Lakatos Márk is. Azt mondta, hogy bravo, bravissimo. Ő lenne a hetedik barátnő a szállodázó.
Nekem nem kell rakétavetőnek, így bazuka! Emlékszek, hogy ezt már mondtam, szerintem mondtam már nektek, hogy a egyik ismerősöm még annó azt mondta, hogy a bazuka jobb, mint a forgótáros. Kételkedtem szavaiba, és mégis megcsalál. Nekem jobb fegyverem van, nem tudom, hogy van ennyi. Tudom, hogy felvettem a gépfegyvert, de hogy ennyit felvettem volna, én nem emlékszem, nem emlékszem. De legyek orosz, legyek Nikó Bellic, Samfi Arrow-ban, 92-ben legyek, akkor felveszem. Itt is van páncél, gyerekek, vagy csak most? Na, akkor felveszük, ha fel tudom. Na, ez is kell. Köszönöm szépen, hogy elpárolgattátok, jó lesz ott a nagy semminek. Biztos jobb használt veszem, mint én vettem volna. Az, egy gránát szerintem megteszi. Boldog karácsony! Happy New Year! Nem robbant fel, ugye? Ha basszátok? Naj, Raiden! Make you feel? Azon gondolkodok, hogyha minden jól alakul, akkor egy kis nagyon hosszú rész lesz így karácsony második napjára, de hogyha a Fraps nem szeretné, akkor nem lesz hosszú rész. El van intézve, újra félek, Jézus már ő. Aha! Imádkozott Buthához, de nem segít ő sem. Not today, not now. Na, mi van? Na ezzel még talán a 82-es táncdal fesztiválra jelentkezhetél volna, de itt nem sokat ér ez a táncikád, nem fog megmenteni a biztos haláltól. Neked is. Merry Christmas to you. Ez egy igazi Raw Street-es fegyver. Egy balasz kezéből. Nem. Ó, már itt jár a furgon? Jézus Mária! Még a napos időt csitom be, én a gyerekek. Jézus Mária! És még fel sincsenek robbantva ezek szarok. Mindjárt beszorok. Ájjáj, nagyon közel van már a fegyver. Elsőnek a furgon. Nem. Ájjáj, nem siettem. Beszéltem, mint Mariska néni a fizetésnél. Ájjáj. De ezt nem kész lesz. Ennyi volt a móka mára. Beírom a napos időt. Jaj, még egy van? Nem, már egy sincs. De szerintem ezt a tüzet ki kéne kerülni, mert tüzet szintes. Csak Jizzy klubjában szüzet szintes mondóka van. Na gyerünk, final bind contraction. Ez ilyen orosz mondva, ugye Nikó Bellic vagyok. Final... De mit akar ez itten? Most ugye ki van iktatva a rendőrség, ugye? Ennél a küldetés... Mi a szar? Hú, Jézus Mária, hát komolyan mondom... Hú... Mi ez a PC itt a út közepén? Na jó, gyerünk már gyorsabban már. Na... Datolja burgonya, gesztenyi és pürés. Paprikás krumplis bácsika, hogy nézel ki te is? Már rég olyan későn fordultál be jobbra, majdnem megjelentünk a kőfalnak. Ne kellett volna cserélnem azt a fegyvert SMG-re. Á, Istenem. Jó, már kusmász így én a boldog karácsony. Azaz, köszönöm Gizzy, köszönöm Témon, köszönöm Mike Torino, 3-os közé, ezt veszeltem a 9000 hozzátéve. Közben megeszek egy negrón, mert fáradt vagyok, és nehéz a szívem. Tudom, hogy ha elmentjük a játékot, akkor is elmúlik a körözőjeim, melyen lemaradt abátszolóki gettós gyerek vagyok, aki így szereti a körözés levinni festéssel, kivéve a Géta 4-ben, ahol úgy utálom a festészetet, mint a szart. Mert ott 3 órat eltelik. Igaz, eléggé reális az, hogy 3 óra eltelik. De akkor sem szeretem. Tud... Ezért beadja a 3-ast? Tudtam. Utána járt el. Tudu tupudu. Kudu tjutjutju. Putjutjutju. Na, elég sok pénzem lett már így a vuzis-gizis család kisegítő alkalmából. Úgyhogy örülök. És nem crossmotorral fogok a következő küldetésben menni, ezt elhatároztam, anno. Alszok egyet itt a nagy semmibe. És még egyet mentünk, ugye? Na akkor,
Karácsony alkalmából találkozunk Tempeni bácsival, és nagyon régen találkoztunk. Bácsi, hát nem bácsi, de akkor is. Na, fogyasszátok itt a villanyt, éjszaka nem dolgozunk, én aludni, én fizetem. Hiába itt okoskodott Cézár meg Kendő, akkor is én fizetem, egész kódszerájt, na. Mindjárt fejbe verek valakit az a porótóval. Nice to see y'all kicking back. Na, felébresztettük Tempenit is. De neked nem mondja a testvéremet. Neked nem mondja a testvéremet, te. Utolsó maradi. Nem még a Jézuska sehol semmi ajándékot. Milyen üvegek azok ott, amíg lila? Valaki befestette ballasját itt. What the hell would you know about it? Ezek mindig ilyen tények, meg a fókusz izé... zavarja a Tempenéket, aztán ki kell nyíni izé... a riportereket, meg ilyesmi, ez ilyen küldetéseket adnak. Kivéve, mikor nem. Mi van, valaki át akar a fókuszból aktívba jelentkezni, vagy mi a jó Isten? Jó van, Eddie, nem kéten pofádni, olyan büdös a szád. Belátné valami orbitot, izé, csomó ismerősem tudna adni nektek orbitot. Kivéve Kendő, mert ő cecelt eszik. Köszönöm szépen. Tudom, hogy putriba laktok Tempeni, de amúgy eléggé rozsdás volt ott a kapcsoló. A háttérben, hát nem szívesen csuknám fel, mert Jézus Mária. Na mindegy, majd egyszer Kendőt elvisz a álom. Akkor lesz mindenkinek karácsony. Na. Tempeni már ilyen jó, jól keres, hogy már távcsős is tud venni, vagy a ecsedi piacon veszi. Lehet még azért húgyát meg kakát is egyet itten a építkezésen Tempeni, mikor elrejtette azt a tárcsas, de hát ezt nem mondták a rockstárosok, ezt nem tudhassuk. Én ezzel, nem azzal, ezzel fogunk menni nagy utamra. Hogy rózsaszín perenniával? Nem. Ezzel fogunk menni, nem cross motorra, tudom, hogy cross motorra. Én általában mindig cross motorra, itt a cross motor, de most ezzel megy direkt. Mert nekem nem kell az a kocsi, és kíváncsi vagyok, hogy így mennyire jobb, vagy mennyire esetleg rosszabb lesz a játék. A küldetés, hogy kocsival megy. Hordol, jaj, júj, jaj. De elfelejtettem a régi. Uramagyám. Jön a vonat! Be se tudjuk előzni. Nitro! Ebből az a számból is elég legyen mára. De még jövő karácsonyig, az biztos. Hello, srác barátom! Ilyen őrül mozizén. Mi is volt az? Júj, Jackass! Tűz, megcsináljuk, srácok! Lassítunk egy kicsit, én 180 fokos forduló. Jújj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 
Acsicsicsú! Hé. Na, álljon már meg a világ! Na, hol érzed magad a izé? Állatkát a hátizsában, hogy mi? Na, nem tudok visszaállni, gyerekek. Álljon már vissza a szokásos kerékvágásba. Ugye? Kerékvágás. Jó kezdődött. Hát... Én kérek elnézést. Hold the line? Nem. Kérdőz menjen, hogyha már kijöttünk vidékre. Alapból átállódok kérdőz, amikor már vidéken vagyok. Jaj, Mississippi man, ez jó. It is a two man, a body woman, a szalóki man. Ó, már megint. Na, adjunk akkor, gyerünk, nitro, ez olyan, mint a malacvágás kora, a perzselőgép, gyerünk. Azt a alagútot már nagyon szeretem, ugye? Szeretem, szeretni fogom jövő, múlt, jelen idő. Hiszen itt a tök sötét van. Nem mint az agyamba, mint egy ballos agyába, vagy mint egy szokásos kendült Cézár agyában. Jól lehagyott minket amúgy a vonat, gyerekek. Nem az a két forint, mindjárt kiugrik egy gazell a bokorba. Na, óvatosan, kihorkol. Na, ott jön a vonat, ott jön a Pécsi, a debreceni vonatot tudok elérni, gyerekek, menjünk Debrecenbe! Királyok leszünk, főiskola, Tiri, szólám.
SFU, nem, Los Santos, most már visszatérek Los Santosba. Kis idő elejéig, de akkor is visszatérek. És nem tudok nitrózni. Ezt a lebőgést nem tudok nitrózni. Na. Amúgy így ilyenkor mit éreznek a... Kik ezek a utasok a vonatból, hogy így lássák, hogy itt egy kocsi járkál. Na, én ilyenkor mit érzem, amikor... Hú, tehervonat. Az igen, nagy tehervonat. Na, semmit sem visz. Erre van pénz. Meg arra, hogy éjszakánként ott szerelgessünk a műhelybe, aztán én fizessem áramot. Erre van. Na, még az lesz a nagy hogy jövök innen fel. Ezt jól elmondom. Bazd meg. Állj, erre nem gondoltam. Ez gyanús, hogyha itt egy taxi áll. Nem, egyáltalán nem gyanús. Gyorsan szerezünk egy másik jártművet. Tökéletes. Még felveszek a távcsőhest. És van még egy másik távcsőhest egy Los Santosban, amit már nagyon régen beszéltem volna, és most meg is fogok, hogyha itt járok, ugye. Itt meg lehet így kicsit szórakázni, ugye. Hogy ilyen nagy ilyen mesterlő, Sparkai szinten, hogy hol van a kiszemelt riporter, aki az aktívba jelentkezett, és átállt a fókuszból, mint ugye Ördög Nóra. Csak én nem riporter. Na mindegy, szerintem szerezzünk esetleg egy járművet, és majd utána kövessük a buzit. Nem. Karácsonyban riporter, maradjon riporter. Na. Lakókocsi az jó lesz szerintetek? Szerintem tökéletes lesz. Kicsit délhorvát leszek. Mindjárt táncolok. Jobb ez a szám, mint izé, lakzeres szám, hogy bujós picsú. Baby. Na szerintem már... Igen, várja a taxit. Az úriember. Tudok egy jó klubot Szemfiáróba, bár... Jó, hát nekem már hiába mondom, hogy meg kell szólni. Jizzy klubjának nevezik ottan. Tudod, 14 éves lányok ma dolgozni. Nagyon jó klub. Azt mondják, hogy... Valami... Éjszakánként 500-500 annak a lányoknak. Fú, kitűnő. No, abban eltartják az egész családot. Valakinek már 8 gyereke van. Segély. A családi pótlék. Szemfiáróba úgy osztják a családi pótlékot. Ilyen 20 éves lánynak már van 8 gyereke, azt mondják, hogy pár 3 éve még Jizzy klubjában dolgozott, de aztán ugye megtörtént a konfliktus, a aktus, és így családi pótlék. Közben még valami 10%-ot adóznak Jizzy felé, kitűnő munka, hely. Ezért vagyok én ezzel az emberrel, aki ugye a lányát nem szerette volna, hogy Jizzy klubjában dolgozzon. Meg volt annak a jánynak minden, 25 éves volt, azt mondja, Mikulás csomag is volt. Nem tudom mi ez, Jizzynek van egy sármja, ami engemet nem köt le, de sokokat beköt. Mi? Hát beköt, az T-ban szokta csinálni emberekkel. Beköti a cementbe. Nem tudom mi folyik itt, de nem is akarom tudni, uram, ez egy bűnös szervezet, ez szomor, rémálom, hogyha nem is tudnám, hogy Rockstar játék a 18-as karikával játszanák, akkor... Jézusok, félnék. Ez ilyen K.O. de kenguruval, vagy izé... Ó, de szép szerelem. Csoki gyerek lesz. Milyen játékot mondjam már ilyen 3 éve, az a baj, hogy már nem nagyon játszok olyanokkal, ilyen 3... Sims-ben ilyen nem fordult volna elő. De itt előfordul, mert ez Rockstar Games. Na. Ilyen sem volt még lakókocsival, itt menjük a... Itten. Itt a Hollywood. Mi ez? Na mindegy. Itt szereljük meg a kocsit. Na, szerintem már mindjárt ott vagyunk. És még fel sem... Ó, ez jó szám. És még fel sem ment a beszaróméter. Úgy szeretem... Csókoltatom az egész ezért, mikor olyan régi GTA-ban beszaróméter, meg fosóméter. Uram, mint kilométer nincsen, vagy izé... Toló... Na, Jézus már... Még beszaróméter. Beszaróméter. Na mindegy. Ne akadjunk fel, hogy fent, ilyen apróságokon. Tiriti, New York City! Aj, nem akarok kiszállni. Tonight! Na, ki kell szállnunk, mert megérkezett a riporter. Egy kicsit közelem még. Itt valahol van gránát, de én most nem látom.
Kicsit közelebb meg, most úgy is észrevehetnek, de olyan vakok, mint a Jézus Mária, mint egy 100 éves ember. Ó, na mi volt tegnap este az izé a vacsora, akkor szentestői vacsora? Hát tétet káposztát ettünk, egy kis húsleves, tudja, halászlé, aha. Akkor átiratkoztatok a aktívba? Nem a RTL, nem a fókuszból jött? De onnan jöttem. Na jó, elég volt. Elég volt, hogy nem kell semmi. A riportert személyes kezemmel akarom megölni. Nem golyókézzel. Mi van? És még elsőtték a lakókocsit. Dupla öröm. Na, akkor elmegyek a Prolapse-ba, hogy akartam is. Nem ilyen Dennis az meg Gettóhoz. Prolapse. Mert ez a Prolapse az igazi. Na mi van, Pamela? Hello lányok! Új bicikli! Nem sokáig. Ó, mennyi mountain bike-a járkálnak, uram, atyám, gazdag rész ez. Azért mert itt a tengerparton, mert itt kell biciklizgetni, Gettóval, mert senki sem biciklizik. Álljon már meg a világ. Annyi ma Kaufman taxi. Jézus Mária, Egy kicsit a Jonkharc. Nyugod. Mi van? Egy kicsit a Jonkharctól. Már megint nem tudom, elmondom a mondatot, de mindegy. Mit akar ez a taxi? Tommy Versetis látna a Vice City-be? Hát komolyan felgyújtani egész villáját. Nem tudok kiszállni, ez annyira idegesítő, hogy most itt keménykedik. Szerintem akkor bevörösödt a agyasz. Jó van, tönkreszed a kocsimat, ennyi tiédet is tönkreszem. Not today. Most emberbe szorulok bele. Na, találkozunk ezzel a meleg ringyó, hím ringyóval. Az biztos, hogy láncot veszek. Azt elfelejtettem. Mi? Nem itt lehet venni azt a eles láncot? Hát nem. Jézus. Mindvégig. Hogy mondják, mindvégig hazugságba éltem. A Suburbanba kell megvenni az eles láncot, akkor már Sanfierroba meg tudtam volna venni. Basszátok meg. Mi ez a banditom ez? Anyám, segíts! Jó lesz ez! Ez ilyen karácsonyi mindent adok. Adják a ruhát, ezt vedd fel, fiam. Slappers felső. Na, nem is rossz. Jézus. Jó lesz! He. Barbra Streisand, menj meg. Hú, hogy nézek ki? Nagyon, nagyon szép vagyok. Baseball témez, esetleg. Na jó, azt már én sem veszem fel. Na. Kiszállás. A szerelem vonatból nincs kiszállás. Fehér karácsony. Ha elmúlik karácsony. Na-na-na-na-na-na-na-na. Tiri-t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 iri
Oho. Rocky bálból. Bolbál, Rocky. Nagyon rosszul öltöztetem fel most CJ, de hát most már ez így is lesz. Kék sportcipő, tökéletes. Oh. Le a sorompóval. Le a emelem fejemet. Te neked. Jó. Napszemüveg? Esetleg még a nem, a pilóta szemüveget már vettem, úgy látom. Bukósicsak, Helmut. Hát nézzétem már, ez most igazán nevetséges lenne most. Hát hogy néz ki? Hazámnak a legdicsőbb. Nem. Nem állunk még készen erre. Most én biztos nem. Na. Jó. Megvan az első pont, amit akartam Los Santosban, a másik pont következik. A lakókocsi most már nagyon idegesít, azért még viszem magammal. Igen, hogy hol van a másik távcsős. Ez awesome. Szólón.
Na? Frasz be, izé. Már elkezdtem a lagolásokat, de jó, 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 jó. Hú, gyerekem, én is tudom, hol van. White Wedding. Cloud meg Katarina Estének. White Wedding. Jó. Akkor meg is van, itt van ugye a festészet, meg a tuning bolt. Itt van ilyen nagy ház, ilyen mit tudja, ilyen Szulajmán lakna itten. Na. E ház tetején van a tárcsos meg a pajzs. Összevetve fel kell mennünk így a gazdag negyedbe, de szerintem ez a lakókocsival nehezem. Ulá, itt van egy ballasz feleség. Ki ez? Mi van itten? De nem igaz, Cézár! Hagyjál már engem! Jézus Mária. Mondjuk lehet meg tudtam volna csinálni, hogyha Los Santos-ból kezdődik. Na most már mindegy. Most már elég volt. Hol a shotgunom? Nincsen shotgunom? Jó, van csitám. Szerzem már... Nem. Smoke you. Big smoke you. Na, feljöttünk ide a dombra, szépen nekimentünk a Mount fenyőnek, és akkor felugrunk ide szépen, ha nem kapunk izé, agyérelmeztesedést nem kaptunk. Na, így nézzünk, ilyen 90 fokból, nem vagyok ilyen izé, mint a katonai filmek, vagy izé, éjszakra 120 fokból, 90 fokra délre van a ellenség, nem tudom. Erre kell nézni. Oda kéne átugnunk, ilyen Assassin's Creed-es lesz egy kicsit, na gyerünk. Zsama. Kész. Az a kis élet. Az a kis élet volt. Na, nem ezt akartam mondani. Na, itt a tápcsös. Megvan, és akkor itt kéne lenni valahol a pajzsnak is. Itt van. Kész. Hogy fogunk lejutni? Azt már nem tudom, gyerekek. Szerintem csináljuk úgy, hogy akkor ide felugrok például. Úgy látom, itt valami pálinka szeszfőzde van. Na, igaz, emelték már annak is adóját, de oda ugrok én. És akkor alig fogunk sebződni. Á, fasz nem. Boldog karácsony. Na, elég is sebződtünk, de anyádat! Ezt tekeljétek vissza, nézzétek meg, erről beszéltem, a szívinfarktusról, agyérmeztesedésről. Hát mi volt ez? De most viccel kívül, mi volt ez? Jézus! Nem, bonsú! Mi volt ez? Jézus Mária, ha valaki tapasztalt ilyeneket, akkor hívja, kérem a segélyszámot. Vagy a segélyhívót, ott meg tudjál beszélni a személyes lelki problémájukat. Hogy miért megyek erre? Még van egy dolog, ami kettő. Megveszem akkor a Suburban-ba LS-láncot, és kell még egy kocsi nekem. Ez strici kocsi, ami azért kell itt a Los Santosban felszállni, tuningolni, ami csak Los Santosban lehet. És azzal fogok neki állni kurváskodni. Keményebb leszek, mint Jizzy! Már megtehetem! Megtehetem! Na. Ha valaki azt hiszi, megörülte, akkor kérem, hívja a 112-t. Nagyon rondán nézek ki. De megtehetem. Igen, és itt LS-lánc. Na. És visszatérve így a karácsonyra, mi van veletek? Írjátok le, vagy nem írjátok semmit. Várjátok. Hogy mi újság volt veletek, rokonok, családok, hogy hova mentetek? Remélem azért meg tudjátok nézni ezt a nagyon, ez már kb. 40 perces videó, de a hülyeséget mondok, akkor lőjetek le. Köszönöm, Ballasz. De nem akarok gettó fele menni, nem akarok a múltammal találkozni. Hanem akkor szépen teszünk egy kis kitérőt, halálos kitérő. Ugye, abban is volt egy jó női főszereplő, már nem tudom a nevét, de biztos meg tudjátok mondani. Nem üdvözlöm a neve. Jézus, laggolások országában élünk. Már alig van hely a Winchester-emen, de biztos kibírja még a részt. Biztos.
Na, akkor szedünk szá egy kis virágot Katie-nek, hogyha még találkozunk vele, vagy van virág? Nincs virág. Azt is elvitt a Wuzzi. Jó lesz majd izé. A... leszázalékoltaknak. Na, megvan a stricikocsim. Eddig olyan, mint a sima. Hófehér, Mirka, stricikocsi. 5 perc múlva. Maga lesz a csoda. Egy igazi álomkocsi. Minden nő ebbe szeretne beszállni. Főleg, hogy 200%-osan kurva az a nő. És jó szám szól. Nagyon jó kocsi. Tetszeni fog. Tetszeni. Igazi stricikocsi kocsi lesz. Gizzi. Hát elri magába. Mi van? Gizzi meglássa. Hát komolyan mondom, lemond az állásáról. Hát elmegy tébonhoz ríni egyet. Meg egy kicsit mást csinálni, ugye? Még kell neki menni minden banánfának. Na, itt vagyunk. Ne kérdezzem meg az a szerelő Sweet, hogy van már börtönben. Na. És akkor szerintem a következő részbe stricci leszek. Na, ebbe csak két festőjünk van, hát nem nagyon nagy, nem nagyon örülök. Rózaszín legyen. De akkor világos pink. Ez jó szám. Jó lesz. Drága, jó lesz. Mennyi kilója? Jó lesz. Gia. Dollár lesz. Dollár lesz. Az életemben szerelem. Hidrolik is kell. Egy igazi stricci kocsiban van. Ugye Wuzzi? Vagy Gizzi? És abban nem volt. Nitro kell. Kell. Na, és akkor egy nagy utazás lesz. Damien Rózsitól. Sanfierróba. Jó. Jézus Mária, nagyon nagy, nagy moment, ahogy mondtam, momentális. Ki? Momentális ez a Szerendrásznak a térképe, egyszerűen nagy, a GTA leghatalmasabb térképe szerintem. Van akkora a GTA-t? Lehet van, nem akarok különséget mondani, úgyhogy inkább most szólalok. Ebbe a jó ez a tuningolás, csak ebben az a rossz, hogy ugye, amikor elviszik a színe a kocsinak. A egyedi festés eltűnik, megint ilyen hófehér lesz a kocsi, azt nagyon utálom. Már majdnem jobbra fordultam, de utána megláttam a szívület a radaron. Egyből meghozott a szívem és balra fordultam. Itt már megint valami utcai erőszak van. Szegény balasz. Majd hogyha lesz időm, ríjuk. Mi ez? Ja, nem tud dudálni. Jó. Lenne egy sokkal könnyebb, ha vagy elrepülnék, de akkor kocsim nem jönne magába. Nem így repülnék, nem így idé szájfel magasra repülővel. Vagy vonattal visszamennék Sanfierróba, de hát nekem kell ez a... stricci kocsi. Stricci. Júj. Ma mi stricik vagyunk. Partner. Tiri-di. Üze. TV Joga. Hello! Nem szeretnek ebbe a város megnőtt. Ó, mennyire ura van itten, uram, atyám. Belirultam. Jajaj. Jajaj, nem izébe Hongkongba vagyunk? Nem, akkor átmegyek a másik sárba. Na. Hú, mire visszamegyünk, addigra még elmondhatok egy egész regényt. Móra Ferenc, kincskeresi kiskönyvön. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény gettós gyerek, CJ. De csak a barátodnék Carl Johnson. És fordítva. Mikor kitalálták, hogy mi legyen Carl Johnsonnak a beceneve, gondolkodtak 5 óra hosszáig gondolkodtak, Sweet is tört az agyát. Kendall is, de ő a falba. És utána gondolkodtak 5 óra múlva, mi lenne, hogyha van ugye a Kár, az a C, meg a Johnson a J. Akkor legyen CJ, de ugye angolul CJ. Hoho, CJ? Az még jó is, jó neve van, CJ. Hogy Sweet? Hogy lett Sweet? Na, azt már nem tudom. Meg hogy láttatok ilyen hülye neveket? A Candy. Jó, az a Bryant megértem, lehet úgy hitták apját. Kárnak, ha van egyet apja. Lehet a UFO-k szülték. Vagy ez egy angyal szülte, de az apja UFO. Vagy egy Lesson to see, strici.
Na, mi az minden, ne állni ilyen bonyolult családokba. Na, 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 na. Kövessük Guszti bát itt a dzsindzsásba is akkor. Na, vigyázzunk már, vigyázzunk már. Női ártalmak. Mindjárt amúgy aztán Szamfiáróban vagyunk. Jézus Mária. Targoncások itten vezetnek, hú, nézzétek magatokat. Jézus Mária, mekkora lag volt. Most van 30 FPS, nem tudom mit észleltek ebből. 30 FPS, most 68 van. 60 FPS, de ez nem mondogat itt össze-vissza. Ha bátor lennék és hülye, akkor leugrottanak a repülőtérre, de egyik se vagyok. Egyik se vagyok, úgyhogy nem. Masterson. Ezt tényleg lehet-e CG annyira azt szent tudod. Azt akkor krupié szeretne lenni, igen. Hány kiló maga? Két mázsa. Ki van rúgó? De még fel se vett. Ki van rúgó? Ezért lettem kurva. CG édesanyja regénye megvásárolható Ibülwoodba, pár ballasznál és kint vidéken. Keresse meg ön is! Hozzáadunk Big Smoke kulcsfigurát. Kihagyja az ajánlat. Ugye George? Természetesen Harry. Már ezt a könyvet akartam már kisiskolás koromban. Én is. Mondjuk én máshogy voltam vele, de szerettem Aladdint is, de ez a történet egyszer emberi és kurvás. Én is azt mondom, George. Jaj. Itt van a pajzs? Itt van újra? Itt van. Ah, esik már megint ez a húgy. Ilyen savas eső van. Még 92-ben lehet nem volt olyan rossz a levegő, ilyen savas eső esen. Lehet még CJ-ig is a gettó itták a... kivitték a poharakat, a üvegeket, mikor esett eső, aztán öntötték, vagy izé a eső ment belefele a üvegbe, ugye, mert nem volt vízük CJ-nek. Hogy itták, kolcsolgattak, de ezt a 2014-es, mindjárt 15-ös savas esőt már nem ajánlatos, nem ajánlatos, én azt mondom. Áj, be kellett volna menni Zérohoz, de hát nem akarok karácsonykor Zéroval találkozni. Na, itt is vagyunk. Nem tudom hány perc volt, majd lemérem. Egy... Mi ez a neve? Ez egy strici kocival... A kocit nem kellett volna ezt sejpíteni mondva. Mondani. Ennyi... Hát ennyi perc megtenni egy utat. Egy Banshee-val sokkal gyorsabb lett volna, de hát... Nekünk ezt kellett. Glory hole! Glory hole! Jó, elég volt. Elég. Jó, elég volt. Na, a következő küldetés ugye nem a... Jeezy megölése lenne, de hogy nem. Jó. Megmondom őszintét, mostan karácsony, azt a én Szilveszterre tervezem. Jeezy-t és Ryder-t megölni, meg Tébont is, ne hagyjuk ki a sorból. Ezért addig lesz-e nem lesz videó, természetesen, de... Strici leszek, strici. Oké? Okay? Na. Nem is kellett volna elmentem, mert az általában inkább éjszaka szokták, hogyha meglenne Dennisnek a ruhája, amit adott 100%-osan, abból is derül ki, vagy 100%-nál, abból is kiderül, hogy Dennis is egy kurva, akkor abban a strici ruhába tudnám csinálni ezt a küldetést, de hát nekem ez maradt. Na mindegy, akkor ezzel fogom folytatni, remélem tetszett. Még egyszer, boldog karácsony nektek. És minden más! Mást! Múlt időben. Vagy jelenben. Na, remélem érthetitek. Mi van? Hú, már megint hülyeséget beszéltem. Jézus Mária. Narrátor kéne. Gatorner voltam. Ezt sem tudom kimondani rendesen. Mi van? Na jó. CJ. Segíts nekem, CJ. Segíts nekem. Töke van a mennyasszonynak. Gatorner voltam. Ezt sem tudom kimondani rendesen. Kívánok valamit. Ha ezt összekössük, akkor nem ilyen női idom jön ki, nem. Na mindegy, na. Gatorner voltam. Happy! Merry Christmas for you!